Idén van a 130. évfordulója annak, hogy megszületett Badalik Bertalan veszprémi püspök Hódmezővásárhelyen, és az 55. évfordulója, hogy Budapesten elhunyt. A hódmezővásárhelyi katolikus közösségek és az emlékpont, a vásárhelyi történész társadalom és szakkutatás is aktívan és élénken őrzi az emlékét. 5 évvel ezelőtt éppen ennek jegyében szerveztünk egy konferenciát, az Igazság az én erősségem címmel Badalik Bertalanról, akinek ez volt a püspöki jelmondata. 1890-ben született itt Hódmezővásárhelyen Badalik Lajos bognármester 7. gyermekeként, iparos családba. Az elemi iskola helyi elvégzése után a domonkos nővérekkel került kapcsolatba, és a domonkosoknak a hódmezővásárhelyi rendházát gyakran látogatta, itt minisztrált. Szombathelyen végezte el a premontreiek gimnáziumát, és ezt követően érezte a szerzetesi hivatást, lett domonkos szerzetes. 1908-ban, illetve 9-ben lett rendtag, és tett fogadalmat. Badalik Sándor néven született, a Bertalan szerzetesi nevet akkor vette föl, amikor a domonkos rendnek lett a tagja. 1914 nyarán szentelték pappá, primíciáját, az első szentmiséjét itt Hódmezővásárhelyén a Szent Háromság templomban mutatta be. Ezt követően a domonkos rendtartománynak több rendházában működött, Budapesten, Szombathelyen. Szombathelyen évekig volt plébános is, és nagyon nagy hatású, már nagyon fiatalon, 20-as éveitől kezdődően nagyon nagy hatású egyházi szónok volt, akinek nem csak a prédikációit hallgatták, hiszen majd 400-on keresztül volt a budapesti Szent István Bazilika nagybőti lelki gyakorlatainak a szónoka, hanem a rádióbeszédeit és az újságcikkeit is olvasták. A Rózsafűzér királynője című hitbuzgalmi lapot szerkesztette. Tudjuk, hogy a 13. században alakult szerzetes rendek, így a ferencesek és a domonkosok, az újabb keletű koldulórendek nagyon erőteljesen részt vettek Szűz Mária tiszteletének terjesztésében és a Mária kultusznak a terjesztésében. Ezt a 20. században modern eszközökkel, a modern sajton keresztül, rádióbeszédeken, illetve újságkiadásával terjesztette Badalik Bertalan is. Emellett olyan fontos eseményeken mondott egyházi szónoklatokat, mint például 1916. decemberében IV. Károly koronázása, vagy Csernok János a történelmi Magyarország utolsó hercegprímásának a temetésén is ő mondott szentbeszédet, tehát keresett és népszerű egyházi szónok volt. Részben ennek az eredményeként, miközben rendházat épített, szociális otthont épített, művelődési és közösségi házat épített Szombathelyen is és Budapesten is, 1936-ban a domonkos rendnek akkor még közös osztrák-magyar rendtartományának a vezetőjévé választották, és 1938-ban ő szervezte meg hosszú évszázadok után a középkorban egykoron virágzó domonkos rendtartományt Magyarországon, és ennek lett az első vezetője, 1946-ig töltötte be ezt a tisztségét. Emellett lelkipásztorkodott külhoni magyar közösségekben is, az Amerikai Egyesült Államokban többször járt a 20-as és a 30-as évek fordulóján, és mindenütt nagyon népszerű szónok volt. Az egyházi konzervativizmust képviselte, azt, amit 1939 és 1958 között pontifikáló 12. Pius pápa, azt az egyházi konzervativizmust, amit 1945-től esztergomi érsekként és Magyarország hercegprímásaként Mindszenty József. 1949 nyarán nevezte ki őt veszprémi püspökké 12. Pius pápa, és Grősz József kolocsai érsek szentelte föl. A korabeli állambiztonsági jelentések, mint Mindszenty hívéről, a szovjet kommunista diktatúra ellenségéről, és az idézőjelben népi demokratikus, gyakorlatilag a Rákosi féle diktatúra ellenségéről számolnak be. Az egyik állambiztonsági jelentés kifejezetten a legveszélyesebb főpapnak nevezi. Semmi bűne nem volt, mint hogy a katolikus egyház társadalmi tanítását fejezte ki, tiltakozott az egyházi iskolák államosítása, vagy éppen
szerzetesként és szerzetesi vezetőként a szerzetesrendek 1950. évi felszámolása ellen. 1956-ban felszámolta a békepapi irányítást a Veszprémi Egyházmegye területén. Tudjuk, hogy az irodavezetője későbbi helyetteseként, helynökeként és apostoli kormányzóként működő Klempa Sándor László Fedő néven ügynökként tevékenykedett. A békepapi mozgalmat, amely a kommunista állammal való együttműködés szorgalmazta, ellenezte, és ennek következményeként Kádárék 1957-ben idézőjelbe háziőrizetbe helyezték, internálták, és kényszer lakhelyéül a csehszlovák határ melletti Hejcét jelölték ki. Az a kassai püspökség egykori nyári rezidenciája volt, ebbe az időszakban szociális otthonként működött, ennek néhány szobáját vagy egy lakrészét használhatták Badalik Bertalanék, hiszen nem csak ő volt ide idézőjebe száműzve, hanem Péteri József Váci püspök és Ház Brokárt Kármelita tartomány főnök is. Természetesen itt is végig megfigyelték őket. A három főpap eljárkált a faluba, nem csak szentmisére, hanem szóbelegyetelek emberekkel is, és a hangulat jelentések szerint nagyon népszerűek voltak. Ezért aztán nehogy ott térítő vagy idézőjelben antikommunista tevékenységet tudjanak folytatni, korlátozták a mozgásterüket, és csak a püspöki egykori kastélyba és annak a kertjébe mehettek ki. Nem voltak tétlenek, folyamatosan mezőgazdasági munkát végeztek. Tudjuk, hogy a gyümölcsfák azok Badalik Bertalan püspökhöz tartoztak, ő metszette, permetezte, gondozta és szüretelte utána a gyümölcsüket. Az állambiztonság, mint említettem, megfigyelte őket. Hornyák János Máté kutatásaiból kiderül, hogy 1960-as évek elején az állambiztonság beszerelt lehallgatókészülékeket a közös étkezőjének a rejtett helyeire a három főpapnak. Azonban valamit elkötöttek, ennek eredményeként Hejce és a szomszédos Gönc valamennyi telefonkészülékét, hogyha felvette az ember, akkor azt hallotta, hogy a két püspök és a tartományfőnök miről beszélget a hejcei számüzetésében. 1962-63-ra annyira megromlott az egészségi állapota, hogy kórházi kezelésre szorult, ekkor Budapestre költözött, a Kéggolyó utcába vásároltak neki egy lakást, Veszprémbe soha nem térhetett vissza, a veszprémi püspöki széket soha nem foglalhatta ismét el, ennek ellenére haláláig nem mozdították el a püspöki székből sem a magyar állam, sem az apostoli szentszék. A halála után itt Hódmezővásárhelyen temették el, a veszprémi püspöki, későbbi érseki székesegyházba már csak 1991. október 10-én helyezhették el. Mint említettem, domonkos szerzetesként is, és véhetően saját spirituális meggyőződéséből is nagy tisztelője volt Szűz Máriának, úgyhogy az internálásának az idejét nem vesztegette. Egy fontos mariológiai munkát, Szűz Máriáról kapcsolódó dogmákat, a hozzá kapcsolódó teológiai vitákat és néphagyományt tekintette át monografikus igénnyel. Tegyük hozzá, nagyon kevés könyv állt rendelkezésére az internálás idején, tehát fejből rekonstruálta részben a dogmatikai teológiai vitákat ezzel kapcsolatban, részben az egyházatyáknak és az egyházi zsinatoknak az álláspontját. Ez a könyv jóval halála után 1991-ben Istennek Szent Anya címmel jelent meg, nagyon fontos mariológiai, katolikus teológiai munkaként. Összességében Badalik Bertalan veszprémi püspöknek, Hódmezővásárhely jeles szülöttjének nem volt semmilyen bűne, pusztán a saját lelkiismeretéhez és a katolikus egyház tanításához ragaszkodott, ezért az ateista, materialista, a lelkiismeret és vallásszabadságot a gyakorlatban lábbal tiprő kommunista diktatúra természetesen mindig ellenségének tekintette.